Nagy szeretettel köszöntjük a VNTV kedves nézőit. Demján-Antal Judittal beszélgettünk, szervusz Judit. Szia. És szervusz. Azon spekuláltam, mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, hogy kb. 5 vagy 6 éve léptél be először ennek a stúdiónak az ajtaján, igaz? Akkor találkoztunk először, akkor kis hírvívő hoztál valamiről, valakiről, majd aztán elhoztad nekem Grabovoj urat is egyszer, itt volt ő is, több adást is csináltunk vele. Beszélgessünk erről, hogy mi lett ebből az egész dologból, azért nem akarom elsütni, hogy miféle dolog ez, mert ennek valamilyen módon te lettél az, akire rátaláltál, és ezért átalakította az életedet, teljesen más emberré lettél, bocsánat, ilyet merek mondani, és egy óriási csoportnak, aki követ téged, valami új utat tudtatok adni a mai vaksötét világban. Igen, köszönöm a meghívást. Igen, tehát egy jó 7 évvel ezelőtt kezdődött ez. Megismertem azt a tudást, amelyet valójában orosz kollégák képviselnek, és elhoztam ide, ugye Arkagyij Petrovot, az életfa oktatóját, elhoztam Grigorij Grabovojnak a tanítványát egyébként, mondjam úgy az első és legnevesebb oktatóját, Vyacheslav Konyemet ide ebbe a stúdióba, és akkor elindult egy olyan munka, amely fenekestől felforgatta az életemet, de csak azért, ez egyetlen mondattal visszautalok, én már gyerekkorom óta ezt az irányt követem. Csak valaki tudja ezt mélyen, vagy emlékszik rá, valamiféle visszaemlékezés történt, és utána járod a hagyományos utat, amit eléd tolnak, és elvégzed az iskolákat, aztán rátalálsz egy olyan tudásra, aki keres, azt talál, és amikor megismerkedtem mind az életfogtatókkal, mind pedig Grigorij Grabovojnak a tudásrendszerével, ami az ember valós, eredeti, teremtői nagyságát hangsúlyozza, akkor ráébredtem, hogy az a távlat, ami az örökkévalóság és a végtelenség között van, amely az ember eredendő lényét mutatja meg, és holott én gyerekkorom óta a jóga útjain haladtam, mégis volt egyfajta hiányérzetem itt, eme orosz tanítóknál megtaláltam egy olyan dolgot, ami szerintem mindenki életében alkalmazható. Ez a legcsodálatosabb, hogy nem kell elvonulni egy barlangba, nem kell teljesen félrevonulnod a világtól, hanem úgy tudsz tudatosabban élni, és úgy tudsz egyre jobban fejlődni, hogy közben aktív részese vagy a világ eseményeinek. És amikor téged hallgatlak, akkor én azt hiszem, hogy Úristen, akkor Oroszországban mennyire kinyitott szellemi világosság van ma itt, de utána mélyebbre leások, és akkor látom, hogy ott a Tudományos Akadémia, és van ott is egy olyan szakmai elit, ami nem feltétlenül a haladást szolgálja, hanem ezeket az új szellemiségeket elnyomná, igaz, majd egy kicsit majd ráterünk erre a témára is, hogy milyen igazság, mi az igazi orosz szellemiség, mert látjuk, hogy jóval nyitottabbak a természetgyógyászat irán, látjuk, hogy ezek olyan technológiákat használnak ma már állami szinten, ami nálunk még eretnekségnek hallatszik, de ugyanakkor, amikor nagyon újfajta dolgot hoz Garjajev, majd erről beszélgettünk a mai nap során, akkor azt tűzzel vassal próbálnák írtani. Mi az igazi orosz valóság ilyen szempontból? Ez így van, tehát ez teljes mértékben így van. Ugye, akikkel én találkozok, ezekben az elmúlt években találkoztam, azok ezt a nagyon-nagyon magas szellemi fejlődési utat járják be. És ő számukra a mostani események is nyitott könyvként zajlanak. Az népesség nagy része, és ezt éppen tőlük tudom, nem vagyok benne biztos, hogy sokkal magasabb tudati szinten jár, vagy sokkal jobban rálát a dolgokra, mint mi magunk, mert azért vannak ismerőseim más ágakról is, és az az igazság, hogy amit Arkagyij Petrov elért, amit Grigorij Grabovoj elért, és hogy csak nézzünk végig arra, hogy ugye senki sem lehet a saját hazájában profita. Igenis, voltak szintek, amikor kinyilvánították, sőt, az életfogtatását is, megvan a hivatalos dokumentum erről, hogy felső oktatásban, azaz egyetemi orvosi képzésben ajánlják, ez minisztériumi ajánlás, majd utána hirtelen történt valami, és eltűntek ezek a papírok, megsemmisült minden, és egy egészen új irányt vett az ottani tudományos akadémia is. Igenis, egy állandó kanosszajárás, egy állandó szembe megyek a megszokott, sőt ránk kényszerített valósággal, ez mind a fejlődést gátolja. Az én oktatóimnak szintén ezért is kellett külföldre jönni, tanítani, hirdetni ezt a fajta tudást. Nem akarjanak ezzel visszajönni, ez csak az övéké, vagy ők erre rájöttek, és elérték ezt a zseniális sok-sok eredményt a szervek, a fogak, az egészség helyreállítása terén, illetve ugye itt az események előrejelzése terén nagyon-nagyon fontos, hogy Grigorij Grabovoj a mostani eseményeket is már jól előre, még 2002-ben előrejelezte, de ott is elindult ez a folyamat, ami itt Magyarországon. Tehát ez az egész világon körbe fog menni. Nehéz itt elmondani, hogy most ők vajon mennyire járnak előrébb. Lehet, hogy az alternatív orvoslásban, az alternatív gyógyító technikákban elfogadóbb az a közeg. Erre van esély, de én nem gondolom, hogy itt mi, és most egyre többen kezdenek el követni minket, mi nagyon el lennénk ebben maradva. Az jutott nekem eszembe, és ezt mindig el kell mondanom, hogy most ugye egy korszakváltás van az egész civilizációnk életében. Vagy végleges hanyatlás, vagy meg tudunk újulni, és fölállunk. Na most azok, akiknek a hatalmuk fenntartása érdekében egy olyan masszára van szükségük, ami mindent benyal és mindent elfogad, igenis egy idő múlva ellenségévé válik az, aki az új időknek az új szeleivel, az új energiát akarja behozni, és látja, hogy az Isten ember az nem olyan, mint ma az az átlagpolgár, akit lehet a tévén keresztül manipulálni. És a következő kérdés az van, hogy az a kör, akit te képvisel, milyen módon tudja ezt a tömegmanipulációt kivédeni az életébe, mert ugye még ott kell, az elején kell a dolgokat megcselekedni, nem amikor már bizonyos dolgon túl vagy, be vagy oltva, és akkor ott kell belőled kivezetni bármit, hanem tudatszinten hogy lehet felülmaradni, hogy az egész dolog, ami most itt van, ne nyomja le az embert. Nagyon-nagyon jó kérdés. Egyetlen egy fontos dolog van, amit emeljünk ki. Az ember eredeti szellemi eredete. Hogyha az emberek tisztában vannak az eredetükkel, az ősi múltjukkal, azzal, hogy honnan is származik maga az ember, akkor egy olyan szintű változás indul el az emberben, és még egy kulcsszó van. Mai világunkban a háború, a harc az emberi tudatokért zajlik. Valójában azért zajlik itt minden, hogy a te tudatodat ők megnyerjék, és mihelyis a tudatodat ők már irányítani tudják, ővék a világ. Tehát valójában, hogyha az ember elkezdi megismerkedni, és lehet, hogy éppen egy ilyen tanításon keresztül, vagy ezeken a tanrendszereken, vagy ezeken a felismeréseken, kinyilatkoztatásokon keresztül megismerjük, hogy valójában a képére hasonlatosságára az igenis, hogy ránk val, és mi eredetileg Petrov szavaival élve Istenség bennünk van, valójában egy óriási devolúció zajlott a történelmi fejlődésünk során, mert hiszen a történelmet mindenki a saját képére elkezdte ugye faragni, és ez az evolúció, ez a fejlődés, ez most kezd ismételten felfele ívelni. Tehát, hogyha az ember megismeri a szellemi eredetét, megismeri, hogy ez az isteni képmás benne van, erre ráébred, a tudata elkezdi ezt felfogni, tudatosan alkalmazni, onnantól kezdve nem lesz megvezethető. És igenis, hogy éppen ez a tudatosulás útja, jövőt építünk, egy csodálatos aranykort, de ahhoz ismerni kell a mi eredetünket. Csak így lesz tökéletes jövőnk, ha megismerjük, hogy mi valójában ezzel az isteni képmással, az isteni potenciállal rendelkezünk, erre ráébredünk, kihasználjuk, gyakorlunk, meditálunk ki, amilyen technikát be akar vezetni. Egy idő után már ezek a technikák, mondjam úgy, automatizmussá válnak, és nem kell állandóan meditálgatnod, nem kell állandóan figyelemösszpontosításokat végezni. A hétköznapi életedben elkezdesz egy olyan szinten rezegni, egy olyan szintű fényt árasztani, hogy magad körül az események rendeződnek. És te már nem kerülsz olyan élethelyzetekbe, nem kerülsz olyan választási döntési helyzetekbe, amikor úristen, most mit csináljak? Mert ráébredsz, hogy hoppá, itt valamiféle uralom van az én tudatom fölött, és hogy én ezt felismerem, akkor utána az igazság felszabadít, tehát ez az a pillanat, tehát hogy én értem a másik oldalt is, tehát hogy minden korszaknak van egy kezdete, egy középe, egy vége, igen, és ez most a devolúció, ami szellemi romlásunk, ez a káli jóga időszakának vége, a legsötétebb időszak az embernek, innentől fogva emelkedés van. Igen ám, de ha én uralom ezt a káli jóga időszakát, mi a célom? Mindenáron fenntartsam ezt. Tehát én értem a motivációt az ő részükről, a következő pár ezer évre is szeretnék lezsírozni a hatalmukat, csak hogy ez az emberek nagy tömegének nem jó. Nem jó. Aki nem jött rá, hogy ez neki nem jó, ahogy te most élted, hogy te is általános életet éltél, annak talán még ez is jó, ami most van. Mert minden őrizzünk meg, csak hogy nehogy elveszítsünk mindent, igaz? De közben rá kéne ülni, semmit nem tudunk elveszíteni, mert hogy semmit nem hoztunk. És maga a fejlődésünknek a záloga az, hogyha új tudattechnikákat próbálunk alkalmazni, új tudattechnikákat próbálunk alkalmazni, ami által felszabadítjuk önmagunkat. És hogyha már fel vagy szabadulva, akkor ez a tér körülötted, amit egyébként nem is értenek, de oda már nem tudsz bevonzani olyan erőket, amelyek korábbiakban leszabályoztak és lentartottak. Ez így van, tehát a tudást át kell adni az embereknek, ami valójában bennük van, csak amikor elkezd egy tényleg nagyon magas szintűek ezek az ismeretanyagok, ezek a kinyilatkoztatások, ezek az új szövegek, amelyek folyamatosan jönnek az oktatóimtól, hogyha az ember ezzel elkezd együtt rezonálni, ráébred valami belül egy hang, megszólal valami, hogy aha, én ezt értem, tényleg, hogy miért nem mondta el ezt senki. Igaziban engem ez indított el annak idején, 13-ban, hogy ott részt vettem a tanfolyamon, és azt mondtam, hogy én ezt mindig tudtam, és végre valaki, aki szavakba önti. Mert a szavakból lesz végre teremtett, materializált valóság. És amikor erre ráébrednek egyre többen és többen, át fogják látni a helyzetüket, és igenis választaniuk kell. Ez a világ folyamatos változásban van. Kellett ez a kényszerítő erő, most tényleg hadd mondjam a jó oldalát ennek az egész dolognak, ha nincs, kicsit erősebben mondva, Petrov úr szavaival élve, ha nem kapunk pofont, akkor sosem kezdünk el fejlődni. És ez a fejlődés most elindul, aki erre ráébred, az elkezd, van egy gyönyörű szó, nagyon tetszik, szellemi fizika. Tehát elkezdi a fizikát más szemszögből nézni, és valójában a testi folyamatokat szellemi technikákkal fogja elérni. Egy egészen más orvoslás, egy új tudomány fog most már virágba és szárba szökkenni, ez fontos, mert az eddigi hagyományos, alternatív, mondjam úgy inkább kémiai ráhatású orvoslás meg fog szűnni. Sőt, még egy kicsit még tovább fogunk menni, talán majd egy következő beszélgetésben nem áll meg ez az orvoslás, nem áll meg ez a fraktális tudományág itt, ezen a szinten, mert a halálról alkotott elképzeléseinket is majd felül kell írni. Tehát minden egy folyamatos fejlődésben van, és ha csak annyit mondok, hogy az ember valójában örökkévaló, hogyha az emberek ráébrednek arra, hogy a fizikai szint az mindig egy szellemi szintnek a következménye, tehát ha a lelkem örök, a szellemem örök, a tudatomnak több része van, de elkezdek végre ezzel a felettes tudattal, vagy mondjam úgy ezzel az isteni tudattal kommunikálni, akkor a testi folyamatokat meg tudom változtatni, ez a lényeg. És onnantól kezdve védett vagyok. Aki még sose hallott Petrovról vagy Grabovojról, hogy mondanád el neki pár mondatban, hogy mi az ő tudásuknak a lényege? Mert számukról hallottak, akkor ráírja a mosógépre 97, 68, 26, a mosógép felébred, stb. Próbáljuk meg a lényeget, most már szerintem egy pár mondatban is ennyi idő után meg tudod fogalmazni, hogy mi ez. Természetesen. Az ember része a világ mindenségnek. Az ember nem egy önálló, független, kis, és hangsúlyoznám ezt a kicsi vagyok, és nem tudok semmit sem tenni. Igenis, hogy az ember a világ fénye, az ember a világ középpontja. Az emberből indul ki minden. Az emberi tudat az, amelyen keresztül leképeződik a valóság. Mind Arkagyij Petrov, mind pedig Grigorij Grabovoj azt tanítja, hogy az ember eredendően lélek, az ember eredendően ez az örökkévaló, tökéletes szubstancia, amely választott, hogy most éppen milyen testet ölt, és a léleknek a választása, és minden esemény körülöttünk valójában a léleknek a választása lesz. A kérdés, hogy a lélek, amely létrehozza azt a tudatot, amely felismerteti vele, hiszen valójában ezzel a tudattal fogjuk felfogni, hogy van lelkünk, mert különben mivel? Ő egy eszköz, a tudat egy eszköz, amivel megfigyelem a valóságot. Tehát ha megértjük, és ez a fő eszenciájának, ez egész vonulatnak, hogy a valóságom a tudatom által fog létrejönni. És amikor ez a tudat elkezd egyesülni a bennünk rejlő isteni potenciállal, és a lélek pontosan ez az isteni minőség, ha lelkemmel kommunikálok, akkor valójában Istenhez jutok. Ez is nagyon fontos lesz, ez pedig a szív terében érhető el. Amikor az emberek rájönnek arra, hogy a testen túl van lélek, szellem, tudat, valójában ez az elsődleges, és utána lesz a fizikai testem, akkor megértem, hogy a valóság körülöttem és a bennem zajló folyamatok, azok ugyanazok. Hogyha megértem, hogy a lélek örök, ha megértem, hogy bennem ez a minőség ott van, de ezt tényleg meg is kell érteni, meg is kell tapasztalni, az egy dolog, hogy olvasok és rezonálok egy bizonyos könyvvel, ezt alkalmazni kell a mindennapokban, akkor azok a hullámok, vagy mondjam úgy, az a fény, amit ezzel generálok, hiszen egyre több és több fényt fogok létrehozni, a betegség is csak fényhiány, vagy tudáshiánya, fogalmazhatunk így is, minél több és több fényt generálok a tudással, bármilyen technológiával, vagy a gyakorlattal, elkezdem az anyagot is magam körül megváltoztatni. És hogyha sok ember erre rájön, akkor, és ez egy fontos dolog, hogy összekapcsolódik mindenki mindenkivel, ez még egy ugye, plusz i a pont az in, mert valójában minden ember összefügg az egész világgal, kölcsönhatásban vagyunk. Olyan nincsen, hogy én most akkor elvonulok, és rám ezek nem hatnak. A kollektív tudat nyomása, és ennek is van egy nyomása, lehet konkrétan érezni is, hogy mi terjed most az információs mezőben. Ez kihat az emberek életére, de amikor az ember felülemelkedik ezen, és lehet kép hologramokat, azaz képmintákat létrehozni, mondhatom azt is, hogy vizualizálni, de valójában elképzelem, a magyar ki is fejti ezt szépen, és ezek a fények, és ez egy optikai munka, a fényt felfogja az agyalapi mirigy, ez a tudatnak egy eszköze, és el fogja indítani azokat a biokémiai folyamatokat, amelyek az öngyógyítást beindítják. Vagy a másik, nem csak fényképpel lehet, fantasztikus megint a magyar nyelvnek ez a csodálatossága, nem csak a fényképekkel lehet, hanem ezek a hullámok hangformájában is terjedhetnek. És amikor hozok egy eszközt, azt is mondhatom, hogy nagyon erősen lehet irányítani a valóságot, magamat és az eseményeket számsoros irányítással, ez is egyfajta kvantumhullám, és ez az információs volumen, ez igenis képes azt a rezgés mintát átadni arra az adott dologra, amire én irányítok, lehet irányítani konkrétan az elképzeléssel, annak az adott dolognak a vizualizálásával, képzelésével, illetve lehet hangokkal. Tehát amikor kimondok valamit, és kezdetben valazige, ezt mindenki ismeri, ezt a szlogent, csak azt nem tudom, hogy vajon tényleg használjuk-e a mindennapokban. Az ige, amely aztán a gondolat, amely aztán szavakban formálódva valósággá fog változni, vajon milyen szavakat használunk? Én egy olyan fél év, egy év után voltam arra képes, pedig, mint mondtam, volt azért egy meditációs előképzettségem, hogy kívülről figyeljem magam is. Ha kimondok egy mondatot, egy szót, és emberek vagyunk, tévedni emberi dolog, én ugyanúgy érintve vagyok ebben a helyzetben, mint mindenki más, ha másképp nem, akkor a gyermekeim által kapom a híreket, és látom, hogy mik történnek. Amit kiejtek, az a gondolat, ami szavakban megformálódik, én azt már azonnal látom, hogy huha, ez már létrehozza maga valóságát. És ez egy nagyon fontos dolog, és azért ezt a műsor nagyon sok felébredett ember nézi már, én úgy gondolom. Nagyon figyeljetek a szavaitokra, mert mi nagyon hamar képesek vagyunk materializálni. Nagyon. Tehát felelősséget kell vállalnunk minden kimondott szóért, de a gondolatért is, mert a gondolat az ugyanúgy rezonális egy kicsit, ugye a számsor, a számok önmagukban, azok is szimbólumok, különféle. Az első mind a 9-10 köztök mindig. És akkor együttesen vannak, akkor ők azt csinálják meg azt a közös rezgésképet, amit tulajdonképpen hatással van. És akkor most szeretném Grabovojt összekötni Garjajevvel, légy szíves, ezt a hidat majd csináld meg, mert azt mondja, hogy nem számsorokat mondok, hanem én speciális hangsorokat mondok, mert hogy a bennünk lévő DNS, annak füle van, és tökéletesen hallja a gondolataimat, és ennek alapján csinál betegséget, vagy éppen gyógyítja meg önmagát. És ennyire leegyszerűsítve ez a dolog működik, csak el kell tudni fogadni, és hit erejével lehet a saját gondolatainkkal. Halálos ágynál odaülök valaki mellé, szeretem, és Istenkém segíts meg, ugyanezt a gondolatsort csinálom, nem ő csinálja, hanem én segítek neki ezzel, igaz? Ez és fölépül, és hazajön, egyszerűen működik. hogy ez most imádság vagy egy sor, vagy bármi más, de lehet látni, hogy hatással tudunk lenni a fizikai anyagra, egy DNS-re, egy RNS-re, vagy bármire. Ezt légy szíves mondani, hogy ez a két dolog, ez hogy függ össze. Először Garjajevről egy kicsikét, mert lehet, hogy sok kedves néző nem tud róla, és akkor ezt a két technikát hogy hoznád össze? Jó. Az egész ott kezdődött, hogy Arkagyij Petrov, aki 50 éves koráig ugyanúgy élt, mint bárki más, megbetegedett, kórházba került, utána elkezdett látni bizonyos képeket, szimbólumokat, meggyógyította magát, nem kellett kivenni a vesélyt, utána helyreállította ugye az epehólyagját is, azaz kinövesztette, ezt azért megint hangsúlyoznám. És ez a csodálatos képesség benne, ami eddig szunnyadt, mert hiszen azt gondolom, a legtöbb átlagember így él, elkezdett úgy szárba szökkenni, hogy elkezdte használni, meggyógyítani a körülötte álló embereket, de mindig csak úgy fokozatosan. Hozzá csatlakozott ekkor már Igor Repjev is, ő ugye a triumvirátus harmadik oszlopos tagja, és ők ezzel a zseniális képességgel, amely szunnyadozott, valaki lehet, hogy már születések óta ezzel rendelkezik, de Petrov úr biztos, hogy ő ezt mindig elmondja, hogy ő ezt bekapcsolt, ezt a tisztánlátást. Hol jött, hol nem. Tehát nem tudta állandóan használni. Kerestek olyat, volt egy biológusok is, egy másik úriember, illetve itt volt még Garjajev is, akikkel találkozva, értekezve, tudományosan megmagyarázta számukra, hogy mi is történik. Tehát amit Arkagyij Petrov, illetve is Grigorij Grabovojt azért emelem ki, mert ő valójában úgy jött ide a földre, hogy küldetéstudattal, a bolygóért, a megmentésért, a katasztrófák elhárítása érdekében jött ide. Ők igenis rendelkeznek egy olyan tulajdonsággal, hívhatjuk ezt tisztánlátásnak, tisztán tudásnak, tisztán érzésnek, akik ezeket a fizikai folyamatokat pusztán a szellemük erejével irányítani tudják. Ezt az ő tudásukat Garjajev úr pedig elkezdte a fizika szintjén, mind kvantumfizika, mind pedig ugye biológia szintjén megérteni, hozott hozzá létre eszközöket, kísérletezett, és rájött arra, hogy vajmi keveset tudunk mi a DNS-ről. Az a 3%, amit kutatunk, és a biológia szintjén a géntudomány ugye el akar magyarázni, mi van a megmaradt 97%-kal, és amikor ezt az egyetlen egy varázsmondatot kimondom, hogy az elemi részecskék mind mezőformátumban, mind pedig részecskeképpen is megnyilvánulhatnak, tehát mindennek van, és itt most a vírusokra is gondolhatunk, mindennek van fizikai és mezőszerkezete is. És azzal a mezővel elkezdünk foglalkozni, ezzel az információs mezővel elkezdünk foglalkozni, akkor rájövünk, hogy amit csinált tehát Arkagyij Petrov, képet hoztunk létre, létrehoztuk az adott szervnek az adott képét, vagy ezt számsorba foglaltuk, ezt Garjajev professzor meg tudta egy lézersugárral is oldani, és rá tudta irányítani arra az adott szervre, vagy arra az adott testrészre. Na most hogyan jönnek ők össze? Közösen, és ez Petrov úr volt, aki konferencián fellépett Garjajev oldalán, amikor éppen a DNS fotonmását, foton ekvivalensét magyarázta Garjajev, úgyhogy itt van, nézzétek, itt van az anyag a kémcsőből, és utána, amikor alább hagy ez a külső elektromágneses hatás, még mindig látszódik a fényképe, a lenyomata a DNS-eknek. Tehát a DNS hagyott egy lenyomatot. Ugyanezt mi megtesszük folyamatosan, és ezért is fontos az, hogy azért kell napi szinten foglalkozni önmagunkkal. Nem mindegy, hogy milyen szavakat ejtünk ki, itt becsatlakozik megint csak a nyelvi hullámgenetika, a szavak, a kimondott szavak. Egy erős leszek, de sajnos a fiatalságunk trágár és akár nagyon csúnya beszéde egy mutációt okoz a DNS-be, erre vonatkozóan is csináltunk egy videót. Tehát tulajdonképpen amit kimondunk, a szavakat is, ha eltorzítjuk, azok meg fognak nyilvánulni sejtek szintjén is. Tehát ő ezt a tudományt lefektette, abszolút új tudomány, mindezt, mind Arkagyij Petrov, mind pedig Grigorij Grabovoj, aki semmi másról nem beszél, mint arról, hogy örök fiatalság, az örök élet technológiái, hogyan lehet mindent egy örök létezés terére irányítani. Garjajev urat ezért is sorolták sokszor. Nézzük meg, ez a Tudományos Akadémia ott kint is, miért sodort őt áltudományosnak? Mert mondjuk ismerte Grigorij Grabovojt, aki különleges képességei folytán emberek százezreinek adta vissza az egészséges életet, megmentette őket. Grigorij Grabovojról ugyanezeket elmondták, sajnos nagyon csúnya szavakkal is illették, és nem egyszerű, sőt elég viszontagságos az ő sorsa, és utána jön egy egyszerű végső következtetés, hogy hát, hogyha ők egymást ismerik, és azért az orosz földön vannak még ilyen nagyon nagy szellemiséggel rendelkező, de valós eredményeket felmutató, hívhatjuk extraszenszeknek őket, főleg ha még tudós is, akkor az már külön veszély a közgondolkodásra, akkor egyszerűen egy strigurával odébb kell őket húzni, sőt, Petrovra azért a könyveiben, most is elmondta a Hiperborea könyve, hogy konkrétan hatalmas összegek mentek arra, hogy ezeket a tudományokat áltudományosnak véljék. De hát utat kell törni. Garjajev úr nem hagyta magát, folyamatosan ment, ha valahol földbe döngölték, újat alkotott, ment tovább, csinálta, bizonyította, hogy amit ő fizikai szinten elér, azaz, hát azért ez is egy érdekes dolog, a gyógyszergyáraknak is lehet egyfajta ellensége ezügyben, hiszen rájövünk arra, hogy egy egészen más fizikával vissza lehet adni az embereknek az egészségét. Én egyetlen egy dolgot kiemelnék, hogy Garjajev úr úgy segít az embereknek, hiszen egészséget mindenki akar, alkotunk egy új tudományágat rá. Arkagyij Petrov és Grigorij Grabovoj viszont azt mondja, ismerjük meg magunkat, hiszen minden, amit elértünk, a mi saját felelőtlen döntéseinek a következménye, valljuk be, és mindenki nézzen tükörben, nézzen magába, emberek vagyunk, botladozunk, sok-sok olyan minta is van bennünk, amit tudat alatt hozza el a maga nem helyes következményeit, de a lényeg, hogy lehet gyógyítani az embereket, utána visszajönnek, és újabb bajokat csinálnak mindaddig, amíg nem értik meg, hogy kik ők. Tehát Petrov úr és Grabovoj úr is azt mondja, hogy meg kell az embereknek ismertetni a tudatfogalmát, át kell adni nekik a valós, igaz tudást önmagukról, és innentől kezdve már nem korrigálni kell az ő dolgaikat, hanem ők fogják kiépíteni helyesen az életüket. Ez lenne a kulcs. Nagyon szép volt, köszönöm. Garjajevvel láttam egy filmet, gondolom te is láttad, ami megdöbbentő volt nekem, hogy ő képes volt sejtszinten, DNS szinten olyan hangképeket előhozni, hogy mit szól egy sejtem, aki mit se sejt, hogyha bármiféle irritáció, kémia vagy hangirritáció éri, sivítottak. Ez egy óriási dolog, hogy a sejteket meg lehet szólaltatni. Egy kicsit én összekötném ezt a kimatikus fényképezéssel, ez lesz a következő, hogy amit a sejtjeink gondolnak, az kivetíteni egy ilyen kimatikus kép, biztos hogy mi ez a kimatika, egy tálra port teszünk, alulról egy hangszóróval megrezgetjük, bocsánat, hát valami kedves néző, nem? És így egy sejtemnek az információját is ki tudom vetíteni egy képben, ugye? Mert a kép önmagában ezek olyan szabályos szimbólumok, ami hogyha egyszer megfejtenénk őket, hogy a szimbólumok milyen rezgést hoznak visszafelé, akkor értenénk a gabonaképeket, mert azok is ilyen rezgés üzenetek, és ez a tudás vezethet el oda, hogy megértsük akár a gabonaképeket is. Hogy miért nyomják el ezeket a tudásokat? Most képzeld el, hogyha ott van egy tudás, hogy egy hangrezgésképpel képes legyél betegségeket befolyásolni. Ennek az inverzét ugyanúgy fel tudják használni az embernek, hullámterápiával oda küldik neked azt, ami pont a tied, és el tud téged pusztítani. Tehát már hallottunk már ilyenekről, hogy nem mérgek kellenek, hanem ezzel a technikával bármit. Lehet tudatbefolyásolást egy katonával létrehozni, akit éppen rettegésre képezel. Rázs-iraki háború, amerikaiak nyíltan felvállalták, hogy ilyen technikával bombázták órákig, napokig az iraki hadsereget, mielőtt megtámadták őket. Tehát ezek a technológiák, technikák, ezek ma már ismertek, és nem tudjuk, hogy a háttérbe, ahol csinálják már a klónhadsereget, hogy milyen módon csinálják a DNS-RNS programozásukat, hogy utána olyan dolgot tegyenek, amit nem kéne, ember nem tudna tenni, ember alatti dolgokat, és akkor itt van a fény. A fény betör az ember életébe, és egyszerűen már ezeket úgy hallja, meg látja, de nincsen köze hozzá, és ez a jövő, tehát az, hogy ez az egész világmindenség kiemelkedjen, pontosan ezt a bocsánat, mocskot, amit itt magunkra ragasztottunk a több ezer év alatt, ezt szépen le kell pergetni, és menni kell tovább. És akkor rájössz, hogy magad meg tudod gyógyítani, vissza tudod hozni az epehólyagodat, egy kis záfogadat, kinöveszted, stb. Ennek a technológiáknak, technikáknak azért óriási vetülete van már, és amikor egy-egy ilyen példát látunk, hogy valakinek visszajött a foga, kinőtt a haja, na majd ezt megpróbálom, akkor higgyük el, hogy ezek valamilyen módon mégis működnek. Ebből egy pár ilyen extrém dolgot, hogy még elmondál itt a vége felé nekünk, hogy persze. Ennek a segítségével amiket tudtak tenni. Igen, tehát a nézőknek üzenem, ti vagytok a világ fényei. Mindenki képes bármit elérni. Kell gyakorolni, ezt nem vitatom. Kell összeállni, kell, hogy a közös kollektív mező is erre ráhangolódjon. Azaz egyre több ember alkalmaz ezeket a technikákat. Tehát mihez bekerül a közös gondolkozás, vagy lehet szellemi úton fogatműveszteni, ez egy áttörés egyébként. Vannak eredményeink, van, aki foglalkozik vele évek óta, nő, már érződik, hogy kint van, most magyar eredményt gondolom, ez érdekli itt a magyar hallgatóságot, már érzi, hogy ott van, kint van, de kell, folyamatosan dolgozni kell vele. A fog az egyik legfogasabb dolog, és a haj. Mert a külső és a belső világ határán van, állandóan tudom kontrollálni, ellenőrizni, aztán még mindig nincs ott. És ugye mihelyest megszületik benne ez a gondolat, hogy hú, nem hiszem, nem látom, még mindig nincs ott, a hiányt rögzítem. Tehát ami a mi észrevételünk, és ez egy nagyon-nagyon jó tanács, az ember ismerje meg, hogy ő valójában egy teljes egészségképet hordoz magáról. Tehát higgye, fogadja, szeresse magát. Rengeteg apró, pici, nuanszbeli dolog van, ami hozzáad az életünkhöz, örüljön, nevessen, és kezdjen el elmélyedni ezekbe a tudásokba. Van olyan, aki nagyon súlyos betegségből hozta ki magát, olyan is van, hozzátartozik az igazsághoz, bekerült a kórházba, egy rövid műtétet el kellett rajta végezni, viszont 3-4 nap alatt kiengedték. Annyira gyorsan regenerálódott, vagy balesetben megsérült úriemberhez elmentem, átadtam a technológiákat, felismerhetetlen volt tényleg az arca, egy hét alatt gyönyörűen helyrejött, csodálkozott mindenki, hogy hogy lehetséges ez. Fel lehet gyorsítani a sejtregenerációt mindenképpen. Mesélj arról létes, hogy fiatalkori egészséges fényképpel milyen módon lehet programozni már az idősebb korban lévő arcot, testet, hogy az egészség visszafiatalodás visszatérjen. Igen. Milyen technikátok van? Pont nekem is eszembe jutott az, ugye ezt tudni levő, hogy Garjajev úr úgy készít gyógyító hangfrekvenciát egy adott személyre, hogy a gyerekkori képét, egy egészséges gyerekkori képét elkéri, és pontosan amiről beszéltünk, ez a DNS foton ekvivalense, tehát ott van abban a mezőben az adott DNS akkori egészséges állapota, és van ilyen fiatalító technikánk, hogy találjunk egy fiatalabb kori képet magunkról, ezt tegyük ki mondjuk a fürdőszobába a tükör mellé, erre van egyébként 2 szápsor is, majd ennek utána nézek, de elég ezt a képet folyamatosan nézni, ezzel érintkezésbe kerülni, és talán sokan nem tudják, de azért itt legalább most el tudom mondani, Grigorij Grabovojnak volt olyan technikája annak idején, hogy a gyógyulni vágyók kaptak egy lemezkét, egy diszket, amin bizonyos frekvenciák voltak. Ha ezt betetted a számítógépbe, semmit nem hallottál. Viszont ez az egészséges hangmátrix volt, most már minden összeállt, amit az emberek hallgattak, és 1-2-3 hónap múlva teljesen meggyógyultak. Tehát fantasztikus, mi mit tehetünk? Vegyük ki magunkról ezt a képet, tegyük ki, meg lehet ezt fizikailag is csinálni, ez egy plusz dolog, hiszen emlékeztetem magam, a gondolatainkban pedig mindig ezt a képet ott kell őrizni, hát ez automatizmussá kell, hogy váljon. Igen, csak a hintalovon ülök, tudod, és igen, akkor a paci is ott lesz, de mindenki fogom próbálni. Meg ugye az, hogy a családtagok. Nekem azt mondta Grigorij Grabovoj, mikor megkérdeztem pont a fiatalításról, azt mondta, hogy a leggyorsabban úgy lehet fiatalodni, Judit, ha az ember egy olyan helyre megy, ahol nem ismerik. Ugyanis a családtagok, ha te nagypapa vagy, akkor már ugye azzal azonosítják az ember. Ez egy folyamatos impulzus az ember számára, hogy akkor annak az adott személynek abban az életkorban ugye már mit lehet, meg mit nem. Tehát azért eléggé ki kell törni a kollektív tudatmezejéből, és nem biztos, hogy a fiatalság itt azért valljuk szint. Nem biztos, hogy a haj színét jelenti, hanem az alkalmazkodó képességet. A rugalmasságot, a habitust, az erőt. És ezt a mostani helyzetet is, az fogja szerintem tényleg nem csak jól, hanem egyre jobban átvészelni, aki rugalmasan alkalmazkodik a helyzethez, ahogy az életfába tanítjuk. A tudat az ágak, ha ez az ágrendszer túl sokat vállal, akkor letörik, tehát hajladozni kell. Kell menni abba az irányba, nyilvánvalóan abba az irányba, ami harmóniát és teremtést fog hozni, nem alá kell vetni magunkat a kényszerintézkedéseknek, hanem pontosan az ember kiemeli magából ezt a tudást, és elkezd abba az irányba utat törni, és az életfa az mindig túlél. Nagyon szépen köszönöm ezt a zárszót. Most Judittal nem búcsúzunk, hanem hamarosan folytatja Ágival ezt a gondolatsort. Szerintem nagyon sok hasznos dolog hangzott el, ami átjön, mindenkinek át kell jönni, hogy hogy itt van már az új világnak az új kobzosaival, az új dalnokaival, akik olyan új tudást tudnak, amit mi még fel se fogunk, mert az iskolában soha nem kaptuk meg. De viszont ahhoz, hogy ezt a mostani helyzetet, hogy tényleg az aranykorba át tudjunk lépni, ami egy hosszabb folyamat, nem 2 perc lesz, akkor ezeket a technikákat nagyon fontos használni, hogy rájöjjünk, hogy Isten emberek vagyunk, Isten lények vagyunk, és ha mi vagyunk a fény hordozói, akkor itt a sötétségben óriási dolgunk van, hogy a sötétséget kisöpörjük, igaz? Igen. Ez így van. Úgyhogy mindenkinek ehhez az úthoz kívánok erőt. A kitartást, ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy tartsatok ki. Tartsatok ki, mert ez az út, ez hosszú. Tegnap is felolvastam magamnak egy részt az egyik regényből, és azt mondtam a férjemnek, hogy minél többet olvasok, annál inkább látom is, hogy hú, mennyit kell még tanulni. Alkalmazzátok, és találkozzatok olyanokkal, akik ezen a szinten gondolkoznak már. Ez ad támaszt. Ennyi. Amit elmondok, hogy Judit, akárhogy találkoztunk, mindig egy újabb lefordított könyvet adtál a kezembe, és csodálatos minőségi kiadásokban. Tehát van olyan tudásanyag, amit, hogyha most nem is tudtuk elmenni élő kapcsolatokra, de tudtok, hol találnak meg téged, Judit? Igen, a www.vegtelenforrás.hu. Ez a magyar nyelv milyen huncut, egy ékezetet elveszel, és már is vegtelen vagy. Igen. Na, köszönjük szépen türelmüket, hamarosan folytatjuk. Köszönjük, hogy itt voltál, vagy itt vagy. Viszontlátásra. Nagyon szépen köszönöm.